Hétköznapokon erősebb a forgalom a belvárosban, akkor is inkább esténként. Hétvégére ugyanis sokan elhagyják a várost és a strandolást választják. A kánikula nem kedvez a fehérvári vendéglátósoknak, mint azt többen mondják, sokszor esténként még a teraszon is elviselhetetlen a hőség. A programok azonban, mint például a labdarúgó EB közvetítése is, növelték a vendéglátóhelyek forgalmát. Az EB az mindenféleképpen megnyomta egy kicsit a forgalmat, elég sokan nézték nálunk, volt egy kivetítő is. Szerintem egész jó szezon fogunk zárni. A fő utca rekonstrukciója a terasszal rendelkező kávézók számára okoz néhol kellemetlenségeket. Ugyanakkor a tulajdonosok örülnek annak, hogy felújítják a sétáló utcát. A kivitelezőkkel nagyon jól együtt lehet működni, tehát hogyha megbeszéltünk valamit, akkor azt igyekeztek be megcsinálni, vagy ha kértünk valamit, úgyhogy ebbe semmi kivetni való, sőt, még inkább nagyon rendesek is voltak. Mint az több, híradónk által felkeresett vendéglátóhelyen elmondták, hűvösebb napokon jobb a forgalmuk. A legnépszerűbb italok egyébként a sörök, a könnyű fröccsök, az üdítők és természetesen a limonádé.